Az állami számvevőszék önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál is végez ellenőrzéseket. Most zárult le a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Ellenőrzése. A társaságot 1998-ban alapította Nyíregyháza, 2009-től működik nonprofit korlátolt felelősségű társaságként. A megyei jogú város önkormányzatának tulajdonosi joggyakorlása a vizsgált időszakban 2011 és 2014 között összességében megfelelt az előírásoknak. A vagyonkezelési szerződés, amelyet ugye az önkormányzat és az állatpark kötött, nem tartalmazta a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a tételes listáját és értékét. Ez a szerződésnek egy hiányossága, tehát nem lehetett tudni, hogy mit is adtunk át, és azok milyen értéket szerepeltek. Ehhez a szerződéshez kapcsolódik a Nyíregyházi Állatparknál az a megállapításunk, amikor azt mondtuk, hogy a kezelt vagyonnal való gazdálkodás nem volt átlátható, ugyanis nem tartotta nyilván ezeket a vagyonkezelt eszközöket az állatpark, és mérlegében sem szerepeltette. A felügyeleti vezető hozzátette, az állatkert saját vagyonával szabályszerűen gazdálkodott, a hiányosságokkal kapcsolatban pedig javaslatokat fogalmazott meg az állami számvevőszék, Nyíregyháza polgármesterének 2-t, az állatpark ügyvezetőjének 4-et. A javaslatokra 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.